szokásos fekete szerelésükben a debreceniek, kék-fehér összeállításban pedig a Csíkszereda, és hát nem győzöm hangsúlyozni, amennyiben a debreceniek majd kikapnak, akkor vége a dalnak. Sofron Salló, valamint Rokaj volt eredményes. Gőz bele az emberbe, Mazzag még nagy lehetőség, ott a kipattanó gól! Vezet a Debrecen! Max Smirnov a találat szerzője. A 10. percben járunk, és a fiatal orosz játékos Smirnov pedig eddig is nagyon hasznosan játszott itt az elmúlt mérkőzéseken, most pedig egy gól is a jutalma az orosznak. Ott van a lövés, ezért elzugott a vas mellett, Skacskov, Gőz gyorsan kihajítja onnan, Kubátnak kell mennie érte, vagy pedig Adorján. Ó, mekkora helyzet, gól! Novotny kapott egy ajándékpakkot Adorjántól, emberhátrányban szerzi meg a második találatát György József együttese. Hát ez itt talán az igazi nagy ajándék. Volt már ilyen gólja, ráadásul pont Novotnynak az Újpest ellen, akkor Rajna tévesztett embert. Természetesen marad a kiállítás. De ilyenkor nem annulálják a büntetést, O'Connor. Szép játék, ott gyorsan a szépítés, ez igen, Taratukin. Hát mindösszesen 32 másodpercet hagyott 2-0-ás előnyben a Csíkszereda. Egyből érkezett a válasz, O'Connor betette a pakkot és nagyon jó ütemben szúr bele Taratukin. Kubát. Stach. Egyből a lövés, mekkora gól! Sofron, az igen! Hát talán még a vas is hozzáért, hát ez egy egészen káprázatos találat volt. Meg kell hagyni. Péter és Klimek harcol most a pakkért. Aztán végül elhozza Almási, de Casanello lecsapott rá. Visszatett korong, és ott a harmadik találat! Ezúttal is Sofron a gólszerző, ha jól látom. Megfordítja 2-0-ról 3-2-re a Csíkszereda a találkozót. Videózni kijöttek a játékvezetők. Talán a magas botot vizsgálják majd. Egyelőre maradt tehát a 2-2. Na lássuk mi az ítélet. Nem adják meg a gólt, maradt tehát a 2-2. Ládai. Elszedi, és ezzel pedig most lehet menni Smirnov. Kármajev a túloldal, Smirnov próbál, a Kármajev gól! Hát a másik fiatal orosz is betalál! Bebizony! Smirnov a gólja után honfitársának a szintén szemtelenül fiatal 19-20 éves, még nincs 20 éves Kármajevnek ad gólpaszt. Szenzációs, amit ez a két ifjú titán művel. Beközépre veszélyes volt nagyon. Kijön onnan aztán a sűrűjéből, de nem múlik el a veszély. O'Connor. Lapenkov éles szögből bepattan! Egyenlít ismételten a sportklub. Taratuhi második gólját szerzi. 3-3, 5-0-9-el a vége előtt. Sokba került ez a kiállítás a debrecenieknek. Sági. Két embert ott hagy. A harmadikat és Sági. Beteszi, meg kéne lőni, gól! Molnár Dávidnak a sisakja is lekerül a fejéről, de hát szerintem ez most a legkevésbé érdekli a debreceni játékost. 2 percen belül járunk, és Sági szenzációs egyéni megmozdulását követően kivárt, és át tudta tenni, ahol érkezett Molnár Dávid, és megszerezte a debreceniek negyedik gólját. Taratuhin, Lapenko a palánkra, aztán Taratuhin. 10 másodperc még, ezt most már valahogy égessük le, és menjünk haza boldogan. Beközépre Hetényi, felvágódó korong! Még egy utolsó lövésre talán lesz idő. Nem lesz idő, de ez már nem számít. Kedves nézőink, az elődöntőben megszerzi az első győzelmét a Deac a Csíkszereda ellen, és ezzel biztosan nem lesz söprés, hiszen Székelyföldön folytatódhat majd a párharc.